könnyebbé, jobbá tudjuk tenni a gyógyulás folyamatát. Eszközök beszerzésére is, nyilván erről professzor úr majd fog beszélni, eszközök beszerzésére is jut majd a támogatási összegből, és az a szociális alap is részesülhet a támogatásból, amely a gyermekek gyógyulási körülményeit, a családokkal való kapcsolattartást, a szociális körülmények jobbítását tűzi ki célként. Ebben az esetben ugyan pénzről beszélünk, de itt mégis inkább érzelmekről, az egészségről van szó, a gyógyulási folyamatok elősegítéséről. Hát hála Istennek Debrecenben ugye klinika, a gyermekklinikának köszönhetően nagyon jó szakemberek állnak a segítségünkre, vagy álltak segítségére ebben az ügyben a gyógyulásra vágyóknak, és segítjük ezt a folyamatot ezzel a jótékony céllal, a BÁL bevételének felhasználásával. Nagyon sok gyermeknek az életét teheti könnyebbé, és nagyon örülünk annak, hogy immár 30 éve a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány gondoskodik róluk, és segíti annak a példaértékű orvoscsoportnak a munkáját, amely az országban az egyik legmeghatározóbb centruma ennek a betegségnek, és nagyon örülünk annak, hogy mindazok a gyerekek, akik ezt a betegséget megkapják, és szenvednek tőle, nagyon jó eséllyel érhetik el a teljes gyógyulást, többek között ennek az intézménynek a keretein belül. Itt a vidámság mellett, meg a kikapcsolódás mellett a bálózók azokra is gondolnak, akik valamiben szükséget szenvednek. Akár az egészség terén, akár szociális helyzetükben, vagy bármilyen más tekintetben, hogyha az elmúlt években megnézzük, hogy ezek a közös szervezésű bálok milyen célokra gyűjtötték az adományokat, akkor látjuk azt, hogy mindig voltak olyan nemes célok, amelyek érdekében a bár résztvevői, támogatói összefogtak, és amelyeket meg tudtak támogatni jelentősebb összegekkel. Ez a mostani rekord összeg a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány számára gyűlt össze, amely az egyetemhez kötődő alapítvány. Így az egyetem részéről különösen köszönöm azt, hogy erre a szép célra ilyen rekordösszegben gyűltek össze az adományok. Ilyen kiemelt esemény az egyébként jubileumot ünneplő alapítványunkat tűzi ki kiemelt támogatottként. Nagyon hálásak vagyunk érte. Maga az összeg meghaladja a személyes várakozásaimat, annyit mondhatok, hogy körülbelül a fele annak a legnagyobb bevételi forrásunknak, amit a adófizetők jólelkű 1%-os adóiból tudunk évről évre kapni, tehát ilyen egyösszegű támogatásban még soha nem részesült az alapítványunk.